A képregény az egy alkotói kifejezési mód. Tehát ha valaki egy témát így tud elmesélni, akkor így fogja elmesélni. Ez a szakma, ez a nagyon fanatikusoknak a szakmája. Az igazán jó képregények, azok alapvető ösztönökre hatnak. A lányom még nagyon pici volt, még beszélni is alig tudott, de a nagy erő, nagy felelősséggel jár mondat, az már megvolt neki. Sokáig nem lehetett képregényt kiadni Magyarországon, de az újságokban ez egy megtűnt műfaj volt. A képregény az valójában egy nagyon egyszerű műfaj, hiszen nem kell más hozzá, csak egy darab ceruza, meg egy darab papír, és akkor ugye valami kis rajzot, meg kis szöveget hozzáteszel, akkor az már egy képregény. Mindig, amikor valaki odajött, hogy klassz lett a Nyugat és Zombik, akkor így összerezzed, de ugye hát Istenem, csak arról ne kelljen beszélni. Megpróbálunk egy olyan kulturális értéket eljutatni a generációhoz, ami papíron van, holott ők digitális tartalmakat fogyasztanak leginkább. A képregény ebből a szempontból szerintem egy ilyen dinoszaurusz.